táj, egy fogalom. Dombok és völgyek, fák és virágok, érzések és életek. Oly sok mindent magába foglal ez az egy szó, hogy elmondani is lehetetlen. A Balaton gyöngyszemének, ahogy hívják a falut, évezredes történelme van, ez formálta olyanná, ahogyan most látjuk. Ezt a történelmet szeretnénk most bemutatni filmünkkel. Kalandjainkat itt, a Kamunkőnél kezdjük, amely az évmilliós geológiai múlt emlékeit hordozza magán. A miocén korban hazánk területén tenger hullámzott. Azonban ez a tenger, elveszteni összefüggését az óceánnal, évmilliók alatt tóvá alakult, amit Turáni-tónak neveztek el a tudósok. A Turáni-tó egyik öble hullámzott Magyarország közepe táján. Ebből a hatalmas vízfelületből csak a Bakony, a Balatonfelvidék és a Vértes 300 méteren felüli hegyei emelkedtek ki. Ezt az öblöt Pannóniai-tónak nevezi a tudomány, amely azonban a környező folyók beleömlésével lassan sósvízűből édesvízűvé vált. Azonban a folyók nem csak vizet, hanem törmeléket, hordalékot, homokot és port is szállítottak a Pannóniai tóba, amely lassan feltöltődött és szárazföldé vált. Ugyanebben az időszakban, a pliocén korban hatalmas méretű bazalt vulkánosság lépett fel a területen, amely kialakította a Tapolcai medencét, többek között Szigligetet is. A kitörés alkalmával a vulkáni törmelék a kráter széléről visszahullott, itt rétegződött és kialakult az úgynevezett bazaltufa, kőzet. A vulkánosság következő lépése a lávafolyás volt, amikor a kráteren keresztül kiszivárgott és kifolyt a láva, megszilárdult és így kialakultak a Tapolcai medence tanúhegyei. A tanúhegyek közötti üledéket később a szél elhordta, kimélyítve ezzel a medencét. Ott, ahol valamilyen másanyag ráfolyt erre az üledékre, a szél nem tudta elhordani, ezt láthatjuk például az Óvár bazalt kúpjánál. A Balaton medencéjének kialakulásakor még szigetként álltak ezek a tanúhegyek, azonban a víz lassan visszahúzódott, és már csak Szigliget maradt meg sziget. Balaton környékén nem igazán találhatóak meg az ősemberek itt tartózkodásának nyomai. Egészen Tapolcáig víz borította ezt a területet, itt csak a magasabb, kiemelkedő dombok tetején telepedhettek meg a halászó, gyűjtögető, vadászó csoportok. Szigliget és közvetlen környezetének a története egészen a kőrész kor idejében nyúlik vissza. A 19. században Darnai Kálmán volt a vidék talán leglelkesebb kutatója. Ő volt az, aki a Várhegy északi oldalán, a Cifra-major közelében talált egy részbaltát, valamint két részből készült sodronytekercset, két kővésőt és egy kőbalta furatából kiesett kőmagot is talált. A bronzkorban Szigliget területe megfelelő élelmet és védelmet nyújtott az itt élők számára. Darnai Kálmán jóvoltából ebből a korszakból már több leletet ismerhetünk. A Cifra-major környékén urnákat talált, amelyekben hamu, csontok és egyéb temetkezési tárgyak voltak elrejtve. Emellett megtalálta a szigligeti kincsletet, amely egy edényben volt és 63 tárgyból állt. Ékszerek, tűk, karperecek, valamint bronzrögök voltak elrejtve. Ezek a tárgyak fejlett kézművességről tanúskodnak. Vastárgyakat használó kelták igázták le a bronzkori őslakosságot ezen a területen, és a Tapolcai medencében alakították ki az egyik központjukat. Kelta csontvázas sírokból kerültek elő edények, valamint vas lándzsahegyek. Az egyik ilyen lándzsahegy, különös formájú,
ugyanis a szára merőlegesen egy kígyófejben végződő nyúlvány indul ki belőle. A kelták kiváló kézművesek voltak, valamint fejlett gazdálkodást is folytattak. Élénk kereskedelmi kapcsolatban álltak a rómaiakkal, akiknek a mintájára pénzt is vertek. A kereskedők hírei felkeltették a rómaiak érdeklődését, és időszámításunk előtt 9-ben kiterjesztették birodalmuk határait a mai Dunántúl területének egy részére. Ezt követően pedig kiépítették a kitűnő úthálózatukat, amely az Alaföldje felől jött és egészen Aquincumba ment Fenékpusztán keresztül. Ennek az úthálózatnak volt az egyik leágazása, amely a szigligeti római telephez ért. A szigligeti római telep nyomaiban láthatók az Antalhegy déli rejtője, a szigligeti malom és az Avasi torony közötti területe. Szőlőforgatás közben több római sírt is megbolygattak, ezekből kőkoporsok, edények, valamint más használati tárgyak kerültek elő. 1948-ban pedig az Antalhegy déli lejtőjén 68 darab bronzpénzt találtak, amelyeket ma a Keszthelyi Balaton Múzeumban őriznek. A római életmód 300 és 350 körül honosodott meg a környéken. Ennek bizonyítéka egyrészt, hogy a Avasi templom római alapokra épült, másrészt az Antalhegy déli lejtőjén találtak római telepre utaló nyomokat. A rómaiak voltak azok, akik a szőlőművelést meghonosították a környéket, ez pedig a lakosságnak ma is az egyik fő bevételi forrása. Szigliget egyes források szerint római építménye az óvár. Pontos korát nem sikerült meghatározni az 1956-ban Kozák Károly által végzett ásatások során, hiszen csak néhány jellegtelen edénytöredék került elő. Azonban a közelben futó római útból arra következtetnek, hogy ez egy római őrtorony alapja lehetett. Az időszámításunk szerinti 5. században a rómaiak uralmát megdöntő hunok nyomultak be Szigliget területére, majd pedig egyéb népvándorláskori népek követték őket. A 6. században aztán az avarok jöttek kelet felől, és létrehozták egységes birodalmukat a Dunántúl területén. Az avarok uralma alatt azonban tovább éltek különböző római germán telepek, amelyeket Keszthely kultúraként ismerünk. Szigliget területén több temetkezés is bizonyítja a létezésüket. Ezen kívül még egy népvándorláskori edényt is ismerünk a szigligeti régészeti leletek közül. A 9. század közepén a Dunántúlon az avarok uralmát megdöntő frankok szláv hercegséget hoztak létre, amelynek a központja Zalavár volt. Az első fejedelmük a Morva Pribina. A birodalmának határait pontosan nem ismerjük, azonban azt tudjuk, hogy lakói keresztények voltak. Valószínűsíthető, hogy Szigliget és lakói is ehhez a birodalomhoz tartoztak a magyarok megjelenése előtt. A 1896-ban a magyarok már teljesen benyomultak a Kárpát-medencébe, itt Szigligetnek a nemzetsége, a Lád nemzetséghez tartozó Kál Horka és az ő fia Búcsú lett. Az ő nevükre úttal a környékben például Badacsony Lábdi, Vincent Kála neve is. 14. századtól pedig már a zalai fennhatóság alá került a környék. Az 1121-es Almádi monostor alapító leveléből kiderül, hogy az akkoriban Szigligetnek nevezett településről rendeltek ki családokat mészégetésre. Ez azért volt érdekes, hiszen a környéken több mészégetőt is találhatunk ebben az időben,
de valószínűleg a szigligeti építőmesterek értettek legjobban ehhez a szakmához. Ezen kívül még további juttatásokat is elrendelt az Atyusz nemzetség, majd pedig ugyanebből az oklevélből derül ki, hogy ekkor kerül ki Szigliget az Alai vár fennhatósága alól, és az Atyusz nemzetségnek a részévé válik. Abban a gazdaságban, melyet Szigligetnek hívnak, a föld, a berek és a legelő fele részét, valamint 6 szolgacsaládot 3 ekével és 4 családnyi olyan embert, akiknek a feladata követ fejteni és meszet készíteni a monostor mindenfajta építkezéséhez, és 70 betöretlen kancát és 100 szilaj marhát, meg egy malmot. Az 1100-as években a Réhelynek nevezett részen épült ki a falu központja, amelyet az itt épített avasi templomról is bizonyít. A helyiek csak Csonkatoronynak hívják. Az avasi templomhoz hasonló építményeket találunk Egregyben, Zánkán és Felsőörsön is. Ebből arra lehet következtetni, hogy az Atyusz nemzetség építőmunkásai készítették ezeket az épületeket. A szigligeti Csonkatorony egyszerűbb kivitelezésű, művészileg is szerényebb alkotásnak mondható. Annyit még elmondhatunk róla, hogy az itt lévő torony mögött egy csontház és egy sekrestyerész is megtalálható, mármint csak az alapjai, és a környéken pedig a helyiek temetkeztek. Az országot 1241-ben és 42-ben a tatárjárás sújtotta. Ekkor a lakosság egyharmada meghalt, a túlélők pedig az erdőkben és a nádasokban menekültek el a dúlás elől. Ekkor IV. Béla programot indított, amely az ország védelmét irányozta, így hát egyre több kővár épült. Annyira tetszett a jó és hasznos vár, ahogy oklevelében is említette, hogy 1262-ben már visszaszerezte saját részére a bencésektől.1262-t követően Szigliget ismét királyi birtokban lévő vár. A várnagyi tisztséget a poknembeli Móricz Hidai család töltötte be. A család egyik
fontos tagja, Móric Vitéz, a sajómenti Muhi csatában megmentette IV. Béla király életét, emellett a csata előtt fontos felderítő vállalkozást is tett a tatárok táborában. Ezzel érdemelte ki, hogy IV. Béla Móric Vitéz tette meg Szigliget várnagyának. Egy időben a várban őrizték a móricz-hidai premontrei prépostság kincseit, többek között miseruhákat, ereketartókat, kristályokat és oltárterítőket. 1276-ban Csák Péter nádor csapata élén feltúrta és kifosztotta Veszprémet. Visszavágásképpen 9 évvel később Kőszegi Péter veszprémi püspök Szigliget várát foglalta el. Kifosztása alkalmával elvitt 15 darab miseruhát, 10 darab oltárterítőt, valamint 80 darab kristályt és ereket tartott. A móricz-hidai család csak hosszas pereskedés után a 14. században tudta visszaszerezni ezeket az értékeket. A 1300-ban említi egy oklevél először a szigligeti várnagyot, akit Acintusnak hívtak. Kíméletlenül fosztogató rablólovagról tesznek róla említést, kétes hírnevét többek között azzal szerezte, hogy egy özvegyasszonyt is bántalmazott. Alvárnagya Mihály is hasonlóan hírhet volt a környéken. Egyik fosztogatása alkalmával Tapolcán durván bántalmazta a helyi plébánost, valamint annak káplányát, és a püspöki malmot is lefoglalta a saját céljaira. Azonban rajta vesztett Mihály lovag, ugyanis a püspök az egyházból kiközösítette, valamint katonáival megsebesítette és elfogadta. Kiszabadulása után viszont perbefogta bántalmazóit, és a végén még a püspök fizetett neki 25 márkányi összeget jóvátételként, valamint a kiközösítés alól is feloldozták. Sziget királyi vár, majd ettől az évtől Móricz-hidai Simon várnagya parancsol a falak között. Egészen 100 évig volt a család tulajdonába, ugyanis 1436-ban a Gersei Pető család szerezte meg Sziget várát. 3 évvel később azonban belviszály alakult ki az országban, Pető család Ulászló pártjára állt, és az Erzsébet párti csapatok kiűzték a Sziget várából a Pető család várnagyát, és Zágorhídai Demeter lett Szigliget várának új várnagya. Pár héttel később azonban Hunyadi János és Újlaki Miklós egyesített erővel visszafoglalta Szigliget várát, és első Ulászló király Újlaki Miklósnak adományozta a szigligeti birtokot. Szeptember 9-én első Ulászló király Némai Kolosi Jaromost nevezte ki a vár élére. Az pontosan nem tudni, hogy a móricz-hidai család miért vesztette el Szigligetet, azonban azt tudni, hogy még 50 év múlva is pereskedtek a birtokjogért. 1442-ben aztán ismét egy garázda, katona, Berki Flór is került a szigligeti vár élére. Nem sokkal később katonái élén megtámadta és kifosztotta az almádi monostort, és eljövetele előtt saját atyafiát, Berki Jóbot állította az almádi monostor élére. Az eset akkora felháborodást keltett, hogy maga IV. Jenő pápa is tiltakozott Berki Flórisnál,
és felszólította, hogy azonnal szolgáltassa vissza az almádi monostor kincseit. Eközben fejlődött a falu, sőt költözött is. Az Árpád korban az avasi torony köré épült falu fokozatosan átköltözött a vár alá, ezt a vár alatti falut nevezték új falunak. A Mindenszentek tiszteletére felszentelt avasi templom 1334-ben és 33-ban 22, illetve 23 dénár pápai tizedet fizetett, István nevű plébánosa jelentése szerint. Ez az összeg a környező falvak tizedeit nézve igen alacsony. A 1445-ben Hédervári László pannonhalmi főapát és a fivére Pál levélben tiltakoztak a királynál az ellen, hogy amaz átadja Újlaki Miklósnak és Hunyadi Jánosnak Szigliget várát. A tiltakozás ellenére azonban még ebben az évben Újlakiékhoz került Szigliget vára, és az ügyben foglalkozó oklevelek ekkor Castrum Zegliget néven említik az erődítményt. 1476-ban meghalt Újlaki Miklós, és a birtokait köztük Szigligetet is fivére, az országbíró Újlaki Lőrinc örökölte. Újlaki Lőrinc idején Vitéz Szentgyörgyi Pál volt Szigliget várának várnagya. Szentgyörgyi Pál részt vett a kenyérmezei csatában is, amely 1479. október 13-án zajlott le, és az Erdélybe betörő török csapatok felett aratott fényes győzelmet Kinizsi Pál vezette magyar sereg. 1524-ben meghalt Újlaki Lőrinc. A vár visszaszállt a királyi kincstárra, és egészen két évig ott maradt. 1526-ban II. Lajos király Lengyel Lászlónak és három fiának kívánta adományozni Szigliget várának tulajdonjogát, azonban Tolnai Máté, a pannonhalmi főapát tiltakozott ez ellen. Érve az volt, hogy a vár birtokjoga öröktől fogva a pannonhalmi apátságot illette meg. Azonban a tiltakozása nem hallgatták meg, és 1526. június 9-től fogva a lengyel család lett Szigliget várának tulajdonosa. Augusztus 29-én a magyarok véres vereséget szenvedtek Mohácsnál. Ekkor odaveszett II. Lajos uralkodó is. A megüresedett trónra hatalmi harcok indultak első Ferdinánd és Szapolyai János között. 1527-ben a lengyel család Szapolyai pártjára állt, így első Ferdinánd török Bálintnak adta Szigliget várát. Azonban a birtokra vételre csak 3 év múlva került sor. Török Bálint Martonfalvai Imrét küldte a szigligeti vár bevételére, azonban erre harc nélkül nem kerülhetett volna sor. Kulcsár István várnagy azonban nem akart olyan egyszerűen átadni a várat. Erről az ostromról szól Imre Dáknak a naplója. Reggel jutánk megkerültük a várat mindnyájan, az várbőliek megismerik, hogy több nép lőtt volna ellenük Szigligetbe. Nem kezdenék olyan igen lőni, mint azelőtt. Éjjelre kelénk, az csonkatorony ellenében, az kősziklán, fönn 2 kast tölteték, megijed-e az porkoláb Kulcsár István, nem sok idő múlva szót ad-a, és megadá Szigliget várát. Röviddel ezután Török Bálint Martonfalva Imrét nevezte ki a várkapitánynak. Erről így ír naplójában. Az én kegyelmes uram parancsolatjából nékem kellették benne maradnom, az sok pártosok között, az nagy puszta várban, semmi élés benne, amint lehetne megtakarám, meg is fordozgatám az kéréseket az kerítésön. A sikeres várfoglalás után megkezdődhetett a nagyszabású bővítés. Az csonkatornyot az falu felől legelőször megépítetém, azután 2 vagy 3 bástyát és 2 nagy öreg pincéket csináltaték az külső várban,
és az faluban az újház mellett. Hiket szüretben meg is raktam borokkal, Isten segítségével. Egy öreg kutat is csináltattam az várban, amely azelőtt vizet nem tartott. Egyben 25 lovas és ismeretlen számú gyalogos katona szolgált Szigliget várában. 1534-ben Martonfalvai Imre javaslatára Sándor Mihály lesz a vár új főkapitánya. Amikor a török 1541-ben elfoglalta Budát, török Bálint Szigliget ura is fogságba esett. Ő Isztambulban a Hét Torony várában raboskodott, ahol 1551-ben halt meg. Miután török Bálint fogságba esett, a vár visszakerült a lengyel család kezére. Ekkor az ország már három részre szakadt. Középső része a török birodalom, az önállósodó erdélyi fejedelemség és a magyar királyságra. Ekkor már elkezdődtek a végvárvonalaknak a kiépítései, egészen Keszthelytől horvát határig. Végvárvonalat Keszthely, Balatongyörög, Tapolca várkastély és a szigligeti vár is alkotta. Itt találta magát Szigliget a végvári harcoknak a kellős közepén. A déli parton Fonyód és erővárai védték a töröktől a megmaradt magyar királyságot. A vár 1547-ben került véglegesen a lengyel család tulajdonában, és ekkor beszélhetünk már a nagyhírű palonai magyar Bálintról, aki lengyel Boldizsár Brigitta nevű lányának volt a férje. Magyar Bálint az 1540-es évek elején huszár parancsnok volt, majd Bécs török kézre kerülése után 1543-tól szigetvári várba kerül. Jeles megtisztelés volt Magyar Bálint számára, amikor felkérték a szigetvári vár várkapitányságára. De Bálint mégsem fogadta el, hanem a szigligeti vár mellett tartott ki. Ismeretes Magyar Bálintról, hogy gyakran tört be szomszédos falukba, és ott nagy felfordulást csinált. Egy 1551. március 16-án kelt levélből, amelyet Ányos Boldizsár írt, tudjuk meg azt az információt, hogy Magyar Bálint és a szomszédos Csobánci vár Rátóti Gyulafi László várkapitány vezetésével indultak egy török elleni portjára. Ám a csapatban akadt egy áruló, így a török már tárt karokkal várta a magyar csapatokat, így hát a két várnak a legénységének futnia kellett. Szigligeti a kedvenc időtöltése a szület, ám 1558-ban az egyik ilyen szület nem úgy sikerült, ahogy azt ők gondolták. A szüretelő nép azt vette észre, hogy a török hadsereg már körülveszi Szigligetet, a házakat felgyújtották, és a szüretelők közül is néhányukat elvitték rabságba. Ám a várat mégsem sikerült elfoglalni. Magyar Bálint és csapatának hősies védelme nem engedte azt, hogy a török benyomuljon a várba. Ezzel 1562-ben jött el az idő, hogy visszafoglalják a töröktől a közelben lévő Hegyesdi várat. Az ostromló seregeknek a kapitánya pedig az enyingi török Ferenc volt. Március 30-án indultak az ostromló seregek, majd 5 nappal később már a győri Szám Echár lesz a csapatoknak a vezére. Április 9-ig tartottak egészen a harcok, amikor is a török megadta magát. Ekkor már nem építették újjá a teljesen romba dőlt várat, hanem úgy hagyták, és az enyészeté lett. 1563-ban a szörnyű pusztítást okozó török portja után a vár alatt lévő Szigliget falu is behódolt a töröknek, mégpedig az adót is fizették a békesség kedvéért, de a feljegyzések szerint csak 3 portát adóztattak meg ekkor. A 1569-ben egy itáliai hadmérnök, Giulio Turco felmérte Szigliget várát, elkészítette annak alaprajzát, és egy északkeleti távlat képet is alkotott róla. 1571-ben Magyar Bálint már súlyos betegen feküdt Szigliget várában, de ennek ellenére a vár katonái sikeresen visszavertek egy török támadást.
Ekkor pápa várkapitánya Bornemisza János már segítséget küldött a szigligeti várba, de az akkori katonák a fizetetlenség és az éhség miatt útközben megszöktek. 1573. május 12-én Pármás János egy levélben arról értesítette Nádasdy Ferencet, hogy Magyar Bálint elhunyt. A kor szokásainak megfelelően valószínűleg a várkápolnában temették el a várnagyot, de temetésének a helyét pontosan nem ismerjük. Reméljük, hogy a jövő felfelé Szigliget legnagyobb hősének a nyughelyét, hogy az utókor tisztelettel adózhasson az önmagát föláldozó várkapitány előtt.1573 Magyar Bálint halála után aztán a Tóthi lengyel családhoz került vissza Szigliget várának birtokjoga. Az ezt követő évekből nem maradt vissza sok feljegyzés, azonban azt tudjuk, hogy 1581-ben már Tóthi lengyel István a várura. Ő volt az, aki megpróbálta a vár bevételeit növelni, hogy ezáltal a katonák zsoldját is ki tudja fizetni. Tapolca mezővárosának adóit bekívánta szedni, azonban a tapolcaiak tiltakoztak ez ellen az uralkodónál, első Rudolfnál. Tóthi lengyel István több levélben is panaszkodott a vár rossz állapota és a katonák fizetetlensége miatt. Úgy érezte, hogy a meglévő eszközökkel képtelen megvédeni az állandósuló török veszély ellen Szigliget várát. Az uralkodóhoz többször is folyamodott, hogy Rajka birtokért cserélje el a szigligeti várat. 1589 májusában a győri kapitányságról lőpor és ólom szállítmányokat indítottak a Balatonmenti végvárakba, köztük Szigligetre is. Révai Lőrinc felügyelte a szállítást, aki jelentéséből megírta, hogy Szigliget várában a szállítmány előtt fél tonna lőpornál több nem volt. Ugyanebben az évben Lengyel János felajánlotta cserére birtokait a királynak, köztük Szigligetet is, mivel úgy érezte, hogy továbbra sincs ereje megtartani Szigliget várát a törököktől. A 15 éves háború eseményei alig érintették Szigligetet, ugyanakkor egy 1601-es hajdúportja során a kóborló hajduk kifosztották Szigliget és Csobánc várát, majd zsákmányukkal elmenekültek. 1606-ban Tóthi Lengyel János a szigligeti várkapitánya. Ebből az évből értesülünk arról is, hogy Bakács Sándor vezeti a balatoni hajóhadat, amely Szigligetnél állomásozik. A Szigligetnél állomásozó hajóhadnak, vagyis a sajkásoknak lehetett az egyik szálláshelyük az óvár. Ezt az elméletet azonban nem támasztja alá, hogy a kikötő, ami akkor a réhelyben volt, innen elég messze volt, tehát egy török támadás esetén sok időbe telt volna elérni a hajókig. Viszont elég jó rálátás nyílik a Balatonra, így akár egy megfigyelő pont is lehetett az óvár. A népszáján is maradt egy legenda az óvár keletkezéséről. Az öregek úgy tartják, valamikor régen egy idős somogyi úr várat akart építeni a királyné szoknyájára. Minden reggel átvezetett a túlsó partról Szigligetre. Egész nap építkezett, csak napnyugtakor fejezte be a munkát. Beszállt csónakjába, és a holdfényben csillámló vizen minden este hazatért megpihenni. Másnap, mikor újra jött, már az öbölben észrevette, hogy az előző nap felépített falak leomlottak. Ez így ment jó hosszú ideig. Míg egy reggel, amikor megint azt látta, hogy a kastélya összedőlt és a pénze is elfogyott, a munkától fáradtan felkiáltott. Ó, vár, te engem kifosztottál! És elkeseredve visszavezett a túlpartra. Aztán már nem látták többet dolgozni a hegy tetején. Bár mondtak olyat is, hogy még pár napig szemlélte ladikjából a leomlott falakat, de az óvár már soha nem épült fel. Ebből az időszakból tudósít egy feljegyzés, miszerint a törökök egy portja alkalmával a vár alatti rétekről két gyereket is elragadtak. 1610 és 1620 között nem igazán javult a vár helyzete. Az 1613-as országgyűlés kimondta, hogy a balatoni végvárak katonáinak létszámát ki kell egészíteni, a várakat pedig meg kell erősíteni.
Ugyanakkor Szigliget várában továbbra sem volt elegendő katona. 1620 körül egy jelentés szerint a szigligeti várba minimum 25 gyalogos és 2 lovas katona erősítés szükséges. Mm. 1619-ben Bethlen Gábor Habsburg ellenes hadjáratai elérték a Dunántúlt. A végvárak többsége, köztük Szigliget is a fejedelem oldalára állt. 1621. októberében Tóthi lengyel Boldizsár szigligeti várkapitány a kőszegi táborból írt levelet, miszerint a veszprémi, a pápai, a devecseri, a szigligeti, a keszthelyi és a csobánci várőrség tagjai mind-mind a táborban vannak, hogy felkészüljenek a Habsburgok elleni összecsapásokra. 1621-ben a Nikolsburgi béke után a szigligeti vitézek visszatérhettek várukba. Érezhető állapotjavulás nem történt sem a vár állapotában, sem a katonák ellátottságában. 1630-ban 25 gyalogos, 12 huszár és az ágyukat kezelő pattantyús voltak Szigliget várának őrsége. 2 évvel később hasonló volt a helyzet. Ekkoriban a várőrség összes zsoldja 125 forint volt havonta. A kapitány 1638-ban erősítette, javította a várat. Ennek egyik emléke a most a lengyel kúria kapujában látható kőfaragvány, amelyet ő falasztatott be még annak idején a vár kapujába, viszont 1787-ben az összedőlt torony omladékából szedték ki, és ide építették be. Ezt az eseményt örökíti meg Marton Mihály, volt püspöki szakács versikéje, miszerint Boldizsár a várban magasba vitetett, Imre mert leestem, ide emeltetett. 1627 és 1642 között a török portyák alkalmával 26 szigligeti halt meg, 2-t elhurcoltak fogságba, és a törökök elhajtottak 34 szarvasmarhát is. 1638-ban már Tóthi lengyel Gáspár volt a várkapitány. Ő nem csak a szigligetieknek parancsolt, hanem a királyi zsoldon fizetett gyalogságnak és lovasságnak is. Hajókat is építetett, hogy eredményesebben védhesse a partszakaszt a hajókon közlekedő törököktől. 1647-ben Tóthi lengyel Gáspár szigligeti várkapitány levélben kérte Zrínyi Miklóst, az Alamegye főispánját, hogy küldjen neki 400 embert a szigligeti kikötő kimetszésére. Erre azért volt szükség, mert a törökök a siófoki bázisuknál 1000 ember behajózására elegendő sajkát állomásoztattak, míg a magyarok a parti nádasoktól csak nehezen tudtak mozogni a csónakjaikkal. Zrínyi Miklós a következő megyegyűlés követően ki is rendelt 200 embert, hogy kimetszik a szigligeti kikötőt. 1650-től kezdve 10 éven keresztül Szigligeten a királyi pénzen fizetett zsoldosok nem kaptak fizetést. Ennek következtében rabolni és fosztogatni voltak kénytelenek, hogy megélhetési gondjaikon enyhítsenek. Nem csak a török területek ellen, hanem a magyar falvakban is raboltak. A falusiak panaszkodtak a királynál, és így tettek a katonák is, ők azonban a fizetetlenségüket panaszolták be. 1662-ben a török birodalom és a Habsburgok között súlyos politikai feszültségek bontakoztak ki. A közeledő háborút megérezve császári gyalogezredek vonultak be a Balaton felvidékre, és néhány századuk a csobánci, keszthelyi, illetve a szigligeti várakban lett vezényelve. 1663-ban aztán elindultak a nagyszabású török hadműveletek, azonban a háború csak egy évvel később ért el a Dunántúlra. A Balaton felvidéken a török és tatár csapatok ellen a szigligeti és a csobánci várak őrségei is sikerrel vették fel a harcot. 1664-ben a Szent Gotthárdi csatából visszavonuló török csapatok háromszor is megtámadták Szigliget várát, azonban bevenniük nem sikerült. 1667-ben egy ismeretlen nemzetiségű és nevű hadmérnök térképezte fel Szigliget várát. Megrajzolta az alaprajzot, valamint egy keleti irányú távlati képet is. Ezeket a képeket ma Karlsruhe város levéltárában őrzik. 1678-ban már Tóthi lengyel János a várkapitány. Feleségével, Sennyei Krisztinával építkezésekbe fogtak a vár területén. Felépítettek egy új lakópalotát, amely három szobából, egy konyhából, egy sütőházból
egy pincéből és egy istállóból állt. Emellé még kisebb épületeket is építettek. 1683-ban a török megkezdte utolsó nagy hadmozdulatát Magyarország területén. A Bécs ellen vonuló török csapatok elől a balatoni várak őrségét a győri királyi fősereghez rendelték. Így a Balaton felvidék szinte védtelenül állt Murád király tatár kán csapatai előtt. A kán csapatai kegyetlenül kifosztották és végigpusztították a környéket, és rövid időre még az üresen hagyott Szigligeti vár is török kézre került. A törökök azonban súlyos vereséget szenvedtek Bécs alatt, és még ugyanebben az időben kiürítették a Dunántúlt, valamint a velük szövetséges Tököli Imre csapatai is elhagyták a környéket. 1684-ben megkezdték a török kiűzésének előkészületeit. A Szigligeti és más végvárak csapatait a Győr melletti táborba rendelték. Lengyel János vezette a szigligeti katonákat, aki két évvel később Bura ostromakor vitézségével tűnt ki a katonák közül. Ezen időszakot követően Szigligeten már nem történtek hadicselekmények. 1678 és 1690 között valamikor villámcsapás érte a Szigligeti vár egyik tornyának tetőszerkezetét. A toronyban tárolt puskapor berobbant, és a torony, valamint a mellette lévő lakóépület súlyosan megrongálódott. Ekkor égtek el a lengyel család vára vonatkozó feljegyzései. 1701-ben első Lipót császár rendeletet adott ki, melyben megszüntette a magyarországi végvárakat és a katonáikat elbocsátotta. 1702-ben pedig új rendeletet adott ki, amelyben magyarországi várakat, köztük Szigligetet is lerombolásra ítélte. Tudatos várombolásra azonban nem került sor, a Szigligeti váron a nem törő dömség végzett. Köveit elhordták, és építkezésekhez használták fel a faluban, egészen a 18. és a 19. században. Miután a vár lakhatatlanná vált, a lengyel család leköltözött ide a lengyel kúriába. Írások szerint a kúria bejárata 1782-ben épült. Az épület az akkori divatnak megfelelően egyszerű, a vár köveiből építették, de a dátumra pontos időpontot nem tudunk mondani. Csak feltételezhetjük, hogy a 17. század végén és a 18. század elején épülhetett. Az 1782-es építési idő elég valószínűtlennek tűnik, hiszen a vár már az 1600-as évek végén lakhatatlanná vált, és a lengyel család 1780-ban megkezdte a mai Eszterházi kastélynak az építését. Ekkor már elkészült a falu nagy temploma is, amelynek alapjai már a 13. században is itt álltak. 1720-ban történt egy átépítés, majd a 19. század végén nyert el végleges formáját, hiszen ekkor készült el a torony. A toronyban három harang lakik. A 18. század közepén a falu lakossága jó részt mezőgazdasággal foglalkozott. Egy 1792-es térkép jelzi, hogy a Szigliget melletti telkeket lecsapolták, és csatornahálózatot építettek ki. A falu magja egy új földterületekhez jutott, tehát szántóföldeket és mezőgazdasági munkákat tudtak végezni. Ezzel egy időben az ófalu lefelé kezdett el terjeszkedni. A 19. század elején Szigliget új földbirtokos uraknak a kezébe került, a széthulló lengyel birtokokat Lengyel Gáspárnak, a két lányának az ura örökölte, vagyis Lengyel Krisztinának a férje Puttyányi Vencel, és Lengyel Teréznek az ura Inkei Antal. Az urak élve a kor szokásainak előnyben részesítették a nőket és a kártyát, így hamar adósságokba kerültek, és a birtokokat el kellett adniuk.
Az új birtokoknak a tulajdonosai Freinstadler Jenő és Eszterházy Pál lettek. A grófi birtokok egészen a Balatonig elnyúltak, sőt még abból is kimetszettek egy darabot. Ekkor a paraszti birtokok csupán egyharmadát tették ki a földterületeknek. Érdekes, hogy mennyi minden őrzi az Eszterházy család nevét Szigligeten. Például az Eszterházy kastély, vagy a hátam mögött látható Eszterházy pince, de felmerült a nevük az új utca névadásánál is. Eszterházy pince. Valószínűleg a lengyel család építette, vagy mégsem. Emlékezhetünk Martonfalva Imre soraira, miszerint két nagy öreg pincéket csináltaték az külső várban és az faluban az új ház mellett. Hiket szüretben meg is raktam borokkal, Isten segítségével. A faluban az új ház mellett? A falu akkoriban itt terült el. Lehetséges, hogy az említett pince a mostani elődje? A kastélyt báró Lengyel Gáspár kezdte el építetni 1780-ban, a kor divatnyárnak megfelelően késő barokk stílusban. Majd 1815-től báró Putányi Géza egy bővítést hajtott végre, amikor is már klasszicista stílusjegyek is megjelentek a kastélyban. 1912-ben gróf Eszterházy Pál vette tulajdonába a kastélyt, akkor készült el az úgynevezett bújtáskapu, majd pedig a főutat is a mostani irányába terelte. Eszterházy Pál 1932-ben meghalt. Ekkor unokaöccse gróf Eszterházy János örökölte a kastélyt, és egészen 1945. március 21-ig tartózkodhatott itt, amikor is az oroszok benyomultak a faluban. A kastély új tulajdonosa addig a kiskastélyban lakott, amelynek ma az általános iskola ad helyet. A grófnő 1968. júniusában Svájcban, Lozannban halt meg. Azok a birtokosok, akiknek szőlejük a Rókarántó hegyen volt található, 1846-ban a hegy tetején egy kápolna építésébe kezdtek. Először a kápolna fazsindellyel készült, de a II. Világháborúban ezt az orosz ellenségek hadicélpontnak nézték, és tüzet nyitottak rá, majd a zsindely leégett. Csodálatos módon a belső résznek semmi baja nem történt. Szentháromság kápolnában évente csak egyszer tartanak szentmisét, ez pedig Szentháromság napjára, a kápolna búcsú napjára esik. A helyiek csak kis kápolnának nevezik ezt az építményt. ben Pap Imre plébános és Lakis József kántortanító idején vásárolták a még ma is működő harmóniumot, amely egy hőgel típusú, szentmiség idejével szokták használni még. A két világháború között élt Szigliget fejlődésének egyik fő mozgatója, Ferenthal Gruppenberg László, az erdélyi származású földmérnök, aki a trianoni határmódosítás után nem igazán talált munkát az országban, ezért úgy gondolta, hogy dunántúli településeket keres fel térképezés céljából. Kisdobosokkal kidoboltotta Ederics és Szigliget környékén, hogy földmérési munkát vállal, majd fiatal figuránsokkal felmérette a környéket. Később vásárolt is itt egy telket és egy pincét. Ezután kezdődtek el az ő nevéhez fűzhető fejlesztések Szigligeten belül. Ilyen volt például, hogy a Cifra Majortól egészen Tördemicig lekövesztette az utat, majd a Fakavölgyi utcát is burkolattal látta el. A legnevesebb dolog, ami az ő nevéhez fűzhető, ez a Szigligeti Fürdő Egyesületnek a megalapítása volt. Saját pénzén vette egy kotrót és kivágatta a nádast, majd pedig 1936-tól már jegyet is lehetett vásárolni a strandra. Ekkoriban egy jegy 20 fillérbe került, a diákok féláron juthattak be a strand területére. A strandfürdőt először azok a lakosok vették igénybe, akiknek ő reklámozta Szigligetet. A fürdőegyesület egészen 1944-ig működött. Ferenthal László és Debreceni Gyula közös munkájának eredménye a szigligeti kikötő, amit 1936-ban kezdtek el építeni. Ferenthal saját maga járta ki,
hogy a közlekedési minisztérium megadja az engedélyeket a kikötő létesítésére, debreceni plébános pedig a munkálatokat koordinálta. Az építést 1936-ban kezdték meg, először lemezekkel határolták körbe a mostani kikötőnek a körvonalát, majd onnan kiszivattyúzták a vizet, és kővel és sóderrel töltötték föl az alapot, majd a kikötőt. Iskola épületnek 1905-ig egészen az itt látható épület szolgált, majd 1905-től a hátunk mögött látható, mai nevén galéria lett a régi iskola épület. 1927-ben annyi diák lett, hogy meg kellett építeni a mai szolgálati lakásokat, ahol két tantermet alakítottak ki, két szolgálati lakást, és ezen kívül még egy kisebb helységet is. A kisebb helység postaként és moziként is szolgált a későbbiekben. Egészen 1975-ig volt tanítás a galériában. Akkoriban 12 éves korokig tanultak a diákok, és ezt elemi iskolának nevezték. 1935-ben három oktató tanított 180 diákot a Szigligeti iskolában. Ezek mellett 45 ismétlő tanulót is számolhatunk, akik munka mellett jártak iskolába. Három neves igazgatót emelhetünk ki, elsőként Lakics József kántor tanítót, aki a tanítás mellett színdarabok betanításával is foglalkozott, és orvosi tanácsokat is adott a helyieknek. 1883-tól 1926-ig tanított Szigligeten. Az ő segítője volt Jánka István, helyi származású tanító, aki fiatalon meghalt az első világháborúban. A másik híres tanító Henry Károly volt, aki 1925-ig végzett munkát Szigligeten. A helyiek még ma is tisztelettel említik Szívós József tanárúrnak a nevét, aki 1919-től 1960-ig volt tanító a szigligeti iskolában. Emellett sportelnöki tevékenységet is ellátott és színdarabokat rendezett. A két világháború eseményei nagyjából elkerülték Szigligetet, de mégis akadtak olyanok, akik otthonuktól távol, ki Szerbiában, ki pedig Oroszországban lelte halálát. A második világháborúban pedig légi harcok zajlottak Szigliget fölött, a Kamunkő oldalában lezuhant repülőgépnek állít emléket a kápolnánál fölállított emléktábla. A második világháború után nyerte el Szigliget mai arculatát. Több új utca is épült, mint például a Szabadság utca és a Patak utca. A falu rájött, hogy ki kell használni a rendkívüli adottságait, ezért a turizmust választotta fő ágazatának. A hegyben gombamódra szaporodtak az új nyaralók, míg a falu korszerű szolgáltatásokat nyújt az ide látogatóknak. 1940-ben 2000-3000 főt számolnak itt, mint állandó lakost, mára sajnos csak ezren élnek itt állandóan. Ha a falu utcáiban sétálunk, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ennek a településnek több ezer éves történelme van, amelyet tisztelnünk kell.